A 2015-ben alapított nyíregyházi egyházmegye teljes szociális és oktatási hálózatot épített ki. Olvasható azon az emlékeztetőn, amelyet egy időkapszulában helyeztek el az utókornak. 17 köznevelési intézmény és 4 bölcsőde működik az egyházmegye fenntartásában, és sorra épülnek az újak is. Jelenleg Rakamazon és Nyíregyháza Oroson folyik építkezés. A két intézményre közel 1,4 milliárd forintot nyert a nyíregyházi egyházmegye. Mindkét épület akadálymentesített, modern intézmény lesz, amely igazodik a lokális természeti adottságokhoz. A nyíregyházi pedig több szempontból is egyedi lesz. A legkülönlegesebb jellemző, hogy közvetlenül a templom mellett van. Ez volt a mi elsődleges célunk, hogy azok a gyermekek és azok a munkatársak, akik itt fognak dolgozni, minél közelebb legyenek a templomhoz, és minél több alkalom nyíljék arra, hogy az imádság és az egyházzal való kapcsolat az ilyen formában is itt megvalósuljon. A másik érdekessége a bölcsödének, ami egy ilyen építészeti újdonság, az, hogy az épületnek a közepében lesz egy ilyen belső udvar, amely úgy szintén a gyermekeknek a fejlődéséhez, az itteni életéhez hozzá fog majd tartozni. Az egyházmegye olyan környezetet alakít ki a kisgyermekek számára, ahol a szülők biztonságban, hitbéli meggyőződésükhöz is igazodó környezetben tudhatják gyermekeiket, amíg ők visszatérnek a munkavilágába. 4 csoportban 12 dolgozó neveli majd a gyerekeket. Ráadásul az orosi városrész folyamatosan fejlődik, sok itt a fiatal család, de eddig nem volt lehetőségük helyben elhelyezni a kicsiket. Az egyházi beruházásokkal nem csak az egyháza, a város is erősödik és gazdagodik. Különösen a bölcsödei ellátórendszert tekintve, ahol 48 új férőhely lesz, amire nagy szükség van. Az önkormányzat felújította mind a 9 bölcsödéjét, 2-t adunk át februárban, de figyelembe vettük azt, hogy az egyházak is vállaltak szerepet ebből a szempontból. Nem csak a bölcsődei, az egész oktatási és szociális rendszerben, ami különösen fontos, mert következő évtől elindulnak azok az új munkahelyek, amiket a jelenlegi nagy beruházások hoznak majd városunkba, és hát ez több ezres létszámú lesz következő 5-6 év alatt. Ezért nagyon fontos az, hogy az ellátórendszerünk is ehhez fejlődjön. Az új orosi görögkatolikus bölcsöde alapkövét hétfő délután tették le. Az építkezés a tervek szerint 2024 év végére befejeződik. A Szentlélek kegyelmes, a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.